Ausztrál színekben kijutott a riói olimpiára 36 éves magyar kenus, aki lassan egy évtizede él és dolgozik a távoli földrészen, ahol egyébként a korábbi bolgár olimpiai érmes 48 éves Martin Marinovval összeállva kettesben nyerték meg a válogatót. Kapcsoljuk Szekszárdi Ferencet, élete nagy kalandjáról kérdezzük már is. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt nektek is! Köszönöm a meghívást! Feri, még ízlelgeted a dolgot? Tehát, hogy 2016-ban, 36 évesen ausztrál színekben kenúzni az olimpián. Látod, fején találtad a szöget szerintem, mert így helyes, még ízlelgetem a dolgot. Fizikailag még nem sok minden változott, ugyanabból a csúnya kis hangárból egyedül szállok vízre, mint ahonnan az elmúlt 6 évben, és az egyedüli fizikális változás az tényleg az volt, amikor kihirdették hivatalosan a csapatot. Nos, mennyire volt nehéz az ausztrál válogatót megnyerni, illetve a szétlövés megnyerni? Milyen volt ez a procedúra, hogyha természetesen képzeletben, de hát azért egykori tapasztalatokkal felvértezve összehasonlítanád, hogy egy magyar válogató folyamatban mi zajlik? És hogyan? Az a helyzet, hogy a magyar válogató procedúrával és a magyar versenyszinttel több szempontból sem hasonlítanám össze. A kenúzásnak itt nincsen tradíciója, így aztán nagyon sok áldozatot követett tőlünk, mind a felkészülés, mind a finanszírozása és a többi. A válogatási elvek nagyon későn jöttek ki. Így aztán fogalmunk nem volt, hogy mire készülünk, hogy készülünk, miért készülünk, és Marinovnak is és nekem is megvoltak a prioritásaink a magánéletben. Így aztán tényleg az utolsó pillanatban dőlt el, hogy bum, megyünk egy 1000 párost. És szinte nem is készültünk rá. Na most azt nézzük meg, hogy hogyan jött össze azért ez a duó, mert te alapvetően, amit ahogyan ízlelgeted és ünnepled ezt, hogy összejött ez a történet, két kenus legendának tulajdonítod a sikert. Ugye Martin Marinov a társad, Zala György az edződ. Hogyan szövődtek végül is szorosra ezek a kapcsolatok? Kezdjük Marinovval. Marinov segített nekem még 2007-ben a letelepedési engedély megszerzésében, ugyanis én a sporton keresztül kaptam meg ezt itt, és hát szép lassan figyelemmel követte a pályafutásom, ugyanis ő akkor vezetőedző volt, head coach volt itt Ausztráliában 2006-tól 2012-ig. Ugyan nem versenyzett, de néha össze-összetérdeltünk, és ő edzett bennünket a 2010-es és a 2011-es világbajnokság edzőtáborai alatt is. Na most még róla annyit, hogy végül is az, hogy jött az az ötlet most, hogy akkor most viszont érdeljetek össze, mint ahogy mondtad, egyszer csak azért olyan derültékből villámcsapás, hogy hú, akkor mégis induljunk el. A derültékből villámcsapás volt ugyan a döntés, amit meghoztunk, mert ahogy mondtam, a válogatási elvek nagyon későn jöttek ki. Ugyanakkor Marinov szereti a lehetetlen küldetéseket, és mindig újabbnál és újabb lehetetlen dolgokat talál ki magának, amit elér, és bizonyít, és megmutatja. Én úgy szőttem magamnak ezt a hálót, hogy tudván, úgy éreztem, hogy én vagyok a leggyorsabb balos kenus, tehát úgy éreztem, hogy ha én összeállok egy jobbossal, akkor valószínűleg jó eséllyel megnyerjük a válogatót. És meg is kerestem Martint egy-két hónappal a válogató előtt, hogy mit gondol. Na, lám, a politikában is milyen sikereket lehetne ilyen összefogásra lerni. Balos és jobbos, együtt mire képesek, de ez csak a viccet félretéve. Az ausztrál sajtóban mesélted, hogy ilyen kinti lassan tényleg évtizedhez közeledünk. Jóval több dolog történt veled, mint az azt megelőző 26-ban. Szóval miért lett a te életedben ekkora fordulópont Ausztrália? Azért tegyük hozzá, hogy te dolgozol is, és amellett sportolsz. Tehát egy egészen más közeg ez, mint mondjuk valóban ez a magyarországi kajakenu profizmus. Rettentő más közeg. Az a helyzet, hogy az elmúlt pár évben, közel az elmúlt évtizedben többet költöttem a kenuzásra, mint amennyit egy olimpiai aranyért kapcsolatoló. És az, hogy többet költöttem rá, az csak egy dolog, ugyanakkor rengeteg feladatással járt a vállalkozásomat illetően is. Tehát tényleg ez, megint csak ismétlem magam, rengeteg feladatással járt. Tehát az amatőr profizmus úgymond támogatás nélkül
ugye tradíciók nélkül egy nagyon-nagyon magányos dolog itt a felkészülés kenuzásban. De ezek szerint ez téged nem keserűvé tett, hanem azt mondod, hogy ez egy nagyon szórakoztató kaland is. Ez egy változatos dolog volt, mert bizony megvoltak és megvannak azok a napok, amikor akár keserű is tud lenni. Amikor a monotonitásban egyszerűen már nem találod azt a motivációt, és tényleg az van, hogy oké, lejövök, megcsinálom az edzést, de tulajdonképpen nincs kedvem. Nincs ott senki, nincsen, aki kísérjen, nincsen, akivel viccelődjél, nincsen csapat, nincsen húzás. Tehát magadba állítod fel a képzeletedbe azt a csapatot, azt a milliót, azt a motivációt, azt az egész kis világot, ami tolni tudja ezt a szekeret. Zala György, és itt jöjjön be azért a képbe Zala György, akinek szintén hálás vagy, aki a felkészítésedet vezényli. Ez hogy történik? Mindenképpen jöjjön be a képbe. Gyuri nagyon jó barátom, nagyon-nagyon-nagyon szeretem őt. Hogy Gyurival együtt neveztünk még annak idején Ollán Tamás csapatában a Kási klub színeiben, még a Sydney olimpia környékén, azaz 2000-től 2004-ig. És ott nagyon szorosra szövődött ez a barátság edzőtáborok, versenyek során, stb. És Gyurit megkértem tavalyi otthonlétem alatt, hogy foglalkozzon velem. És ez úgy történt, hogy életem legjobb formájába sikerült hoznia körülbelül fél év alatt. Nos, úgy gondoltam, hogy kár volna ezt veszihagyni, és hogyha visszajövök Ausztráliába, akkor tudnánk-e folytatni telefonon keresztül, akár telepatikusan is, és ezt a felkészülést, és tudnál nekem asszisztálni ebben. Na, mire jó a globalizáció? Ugye az interneten nem csak bomba receptek vannak, hanem így is lehet kommunikálni, és így is lehet együtt dolgozni. Feri, azt mondd meg, hogy te már amolyan emigráns vagy, örök elköltöző, országváltó, vagy egyszer haza akarsz térni, szóval mi a jó definíció a te állapotodra? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon kinyílik az embernek a spektruma sok távol töltött év alatt, különösen akkor, hogyha sikerül neki maximálisan integrálódni egy új társadalomban, felvenni a szokásokat, megtanulni a nyelvet, ténylegesen beilleszkedni. Az igazat megmondom, 100%-osan nem találom a helyem valahogy már sehol. Tehát jól érzem magam mindenütt, de még sincsen az a katarzis érzés, az a teljesség érzése. Nagyon szeretek otthon lenni, a barátaim mindig tényleg ott vannak nekem, a családom is, rengeteg támogatást, szeretetet kapok, amikor ott vagyok, és fantasztikusan telnek azok az idők. Itt viszont igen, a pénzkereset, mellette a sport és minden egyéb más, ami több fronton zajlik az életem, több színpadon. Érteni vélem, hogy mit mondasz, de azért majd az olimpián ott fogsz állni sárga-zöldben, hát nem tudom, ha úgy adódik, akkor énekled a himnuszt, szóval milyen lesz ez a helyzet, egy magyar kenus most egy másik ország színeiben, ugye már állampolgárságod is van, furcsa? Furcsa volt az első világbajnokságon, és furcsa volt 2011-ben, amikor Szegeden a világbajnokságon képviseltem Ausztráliát. Figyelj, ha úgy alakul, hogy himnuszt kell énekelni az olimpián, énekelni fogom a himnuszt. A szívemben magyar vagyok, de rengeteget köszönhetek ennek az országnak, annak ellenére, hogy igen, megdolgoztam érte. Azt mondd meg végül, hogy mi lehet ennek a párosnak most ezzel a nagy sikerrel a terve az olimpián? Szóval mi a realitás számotokra? Megint csak megtaláltuk a jó szót, a realitás. Az nagyon fontos, hogy ne rugaszkodjunk el, persze ünneplünk. Martina nagyon jól csúszik a páros, így kezdetekben. Tényleg megvan az az összhang, amiből lehet tovább fejlődni, lehet tovább dolgozni. Reálisan úgy érezzük, hogy mi meg tudjuk törni azt a 340-es határt 1000 méteren, ami jó esetben tud nekünk adni egy A-döntőt az olimpián, vagy nem. És egyszer már megcsíptük a döntőt, ott már szokták mondani, bármi lehet. Tehát nem rakunk korlátokat magunkra.
Hát akkor én azt kívánom, hogy minél jobban sikerüljön, és egy erős felkészülést neked, meg azért érezd jól magad ebbe a kettős identitásba. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia, Feri! Köszönöm szépen!